Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Testvéreim, nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templomban és a Bónum TV képernyői előtt. Ma különös ünnepre gyülekeztünk egybe, hiszen 1860. április 7-éről 8-ára virradó éjszaka halt meg a legnagyobb magyar, Széchenyi István. Szeretettel köszöntöm a Széchenyi Társaság megjelent elnökségi tagjait, az elnök urat, Szemereki Zoltánt. A templomban kétszeresen is tiszteljük az ő emlékét, hiszen Széchenyi István jelképes ravatala itt a templomban volt, ahol halálát követően Pestváros közönsége elbúcsúzhatott tőle. Valamint tudjuk az ő életrajzából, hogy benne vetődött föl először Pest és Buda egyesülésének a gondolata. Az új címer az egyesülés után pedig az eredetét innen vette, jelesen a gyönyörű reneszánsz pasztofóriumunk homlokzatán ott van Pestváros címere. Aki nem látta még, szeretettel hívjuk, tekintse meg.
Most pedig vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltó lélekkel mutassuk be a Szentmisét Széchenyi István lelkének üdvéért. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk nagy irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, bocsásd meg, hogy emberi gyöngeségből vétkeztünk, és oldozd föl jóságosan bűneink kötelékét, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Jeremiás próféta így panaszkodik szenvedése idején. Hallom sokak gyalázkodását, rettegés mindenütt. Jelentsétek föl, följelentjük. Még azok is, akik barátaim voltak, bukásomra lestek. Hát, ha valamiképp törbe csalhatnánk, legyőzhetnénk és bosszút állhatnánk rajta. De az Úr, mint hős harcos mellettem áll, ellenfeleim meginognak, s nem bírnak velem, szégyent vallanak, mivel semmit sem értek el. Örökké tartó, soha el nem múló gyalázatban lesz részük. Te pedig, seregek ura, igazságos bíró, aki a vesék és szívek vizsgálója vagy, engedd, hadd lássam, miként állsz rajtuk bosszút, mert eléd tártam ügyemet. Énekeljetek az Úrnak, dicsőítsétek az Urat, mert kiszabadította a szegényeknek lelkét a gonoszok kezéből. Ez az Isten igéje.
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Egy alkalommal a zsidók köveket ragadtak, hogy megkövezzék Jézust. Erre ő megkérdezte tőlük, sok jó tettet vittem végbe köztetek atyám nevében. Melyik jó cselekedetért akartok megkövezni engem? A zsidók ezt válaszolták, nem a jó cselekedetekért, hanem a káromkodás miatt akarunk megkövezni, mert ember létedre Istenné teszed magadat. Jézus ezt felelte, a Szentírásban nem, de ez áll. Én mondottam, istenek vagytok. Ha már azokat is isteneknek mondja az írás, akikhez Isten igéje szólt, s az írás nem vesztheti érvényét, hogyan mondhatjátok arról, akit az Atya megszentelt és a világba küldött, káromkodol, mert azt mondtam, hogy Isten fia vagyok. Ha nem cselekszem atyám tetteit, ne higgyetek nekem. De ha azokat cselekszem, és nekem nem akartok hinni, higgyetek a tetteknek, hogy végre lássátok, és elismerjétek, az Atya én bennem van, s én az Atyában. Erre ismét el akarták fogni őt, de kiszabadította magát kezükből. Ezután Jézus újra a Jordánon túlra ment arra a helyre, ahol János először keresztelt, és ott is maradt. Sokan keresték föl, mert így vélekedtek. János ugyan egyetlen sodát sem tett, de amit Jézusról mondott, az igaznak bizonyult. És sokan hittek Jézusban. Ezek az evangélium igéi. Szent evangélium tanítása, legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban testvéreim, a legnagyobb magyar, ki is mondotta ezt a mondatot róla? Kossuth Lajos. Az, aki az egyik legnagyobb ellenlábasa, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy mennyire más utat járt a két nagy személyiség, mennyire másak az ő alapadottságaik, mennyire más az elgondolásuk a nemzet sorsáról és jövőjéről. Mennyire más megoldásokat javasoltak annak érdekében, hogy a nemzet fölvirágozzon. És mégis, bár ellenlábasok, ellenfelek, de megbecsülik egymást. És ebben már is mondani valója van a két nagy történelmi alaknak jelenkorunkra. Bár különböző módon gondolkodnak, más megoldást képviselnek, és mégis becsülik egymást, becsülik egymásban a jobbat, többet, szebbet akarót. Nem gyűlölködnek, nem ellentétet szítanak, hanem tudják, hogy a nemzet egységet kíván. Csak akkor boldogulhat, hogyha az megvalósul. Egyik fontos mondani való. Azután, miért ismerte föl az idők jeleit Széchenyi István úgy, ahogyan azt tette? Számunkra nagyon fontos, és Jézus is utal erre, hogy fölismerjük az idők jeleit. Széchenyi István valóban a történések ütőerén tartotta a kezét, és valami ihletettséggel fedezte föl a lehetséges és szükséges cselekvést, amellyel a nemzet életét, sorsát jobbítani lehet. Miért, milyen erőből és milyen világossággal látta tisztán az idők jeleit? Fontos tudnunk az ő neveltetését és gyökereit. Túl a családon, ugye a Széchenyi családról tudjuk, hogy milyen arisztokrata család, túl azon a soproni bencések és a pesti piaristák nevelték őt. Márpedig tudjuk, hogy az alma mater mindenhol alapvetően megbélyegzi,
meghatározza a személyiség egész kibontakozását, alapállását, a személyiség irányvételét. Minden bizonnyal enélkül, a tény nélkül nem érthetnénk meg azt a mérhetetlen felelősségtudatot és elkötelezettséget, amely már-már agyonnyomta Szent Istvánt, Széchenyi Istvánt, hiszen ismerte jól az ő nemzetének a helyzetét. Az a felelősség, tudat és elkötelezettség, mely megvilágította számára a szükséges cselekvést. És ő cselekedett, miután fölismert, miután imádságaiban, miután tapasztalat szerzésében és fölismerésében látta világosan, mit kell tennie. Nem fordítva, nem először cselekedett és utána gondolkodott, hanem először az érték hierarchia szerint ítélt, és abból fakadt számára a cselekvés. Fontos számunkra az ő hite, mélységes hite. Ebből fakad a megoldás, és nem tudjuk felsorolni sem, az életrajzát ismernünk kell, nem tudjuk felsorolni sem azt a sok szenzációs programot, amelyet a nemzet érdekében valósított meg. Ez az elkötelezettség, elszántság szükséges ahhoz, hogy a nemzet sorsa jobbra forduljon. És itt valamiről emlékezzünk meg. Jelesen is, hogy a német társadalom a világégés után és a vesztes háború után kezdett elgondolkodni azon, hogy vajon milyen erőből újulhat meg a német nemzet, mi az az erőforrás, amiből vagy aminek a segítségével visszaintegrálódhat Európába. És a fölismerés egyértelmű volt, Konrad Adenauerék voltak azok, akik fölismerték, ez a forrás nem lehet más, csak a kereszténység és a politikai katolicizmus. Ám ezt a fölismerést nagyon gyorsan elfelejtették. Ennek a következménye lett mára a teljes önfeladás, a totális önfeladás. És ezzel szemben mi, ma is, kormányunk és miniszterelnökünk fölismerte, hogy egyetlen forrása van a nemzet élete boldogulásának, és pedig a keresztény örömüzenet. Nem véletlen a köszöntés, nem politikai haszonszerzés ez, Isten mindenek fölött, a nemzet pedig mindenek előtt. Micsoda megértése ez aktuálisan Széchenyi István üzenetének. Isten mindenek fölött. A vele való létközösségből fakad azután, hogy a nemzet sorsa mindenek előtt. És tennünk kell azt, ami a magunk helyén a magunk dolga. Így tesszük mi is, az Anyaszentegyház, amikor a lelkek üdvén dolgozunk, szolgáljuk ugyanazokat az embereket, akik a nemzet tagjai és az állampolgárai. Az Anyaszentegyházunk, a keresztény közösség a maga eszközeivel szolgál, a lelki, kegyelmi eszközökkel, hogy a nemzet élete és az egyes ember boldogsága biztosítva legyen. Adjon nekünk az Úristen a legnagyobb magyar példájára elkötelezettséget, az idők jeleinek fölismerését, és Isten áldásával lehetséges cselekvés megragadását. Amen. Most pedig álljunk föl, a közös könyörgéseket ma a Széchenyi Társaság elnökségének tagjai mondják, fölidézvén Széchenyi István imáit. Ezek a könyörgések Széchenyi István imádságaiból származnak. Mindenható Istenünk, hallgasd meg mindennapi imánkat,
Töltsd el szívünket angyali tisztaságú szeretettel embertársaink, hazánk és honfitársaink iránt. Istenem, te minden jónak, magasztosnak, tökélynek, teljesnek foglalatja. Töltsd el szívem, keblem, szent lelkeddel. Erősíts meg mennyei hatalmaddal, hogy legyőzhessem földi gyengémet, és felemelhessem hozzád a lelkem. Szabadíts meg érzékeimet mindentől, ami földi rájuk tapad, és tisztítsd meg embertermészetem, hogy a te műved méltó lehessen te hozzád. Önts bizodalmat a lelkembe, és ne hadd, hogy ítélkezzek a te tanácsaid felől. És még annyira sem, hogy netán valaha is kételkedjek a te mindenhatóságodban, bölcsességedben és könyörületességedben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Világosíts meg egy kerub szellemével és gondolkodó erejével. Engedd, hogy a jövőbe pillantsak, és a jó magot a rossztól megkülönböztethessem. Sugald nekem, mit és hogyan kell kezdenem, hogy egykoron a tőkével, melyet reám bíztál, elszámolni tudjak. Gondolkodni és dolgozni akarok, éjjel, nappal, életem folytáig. Gyarapítsd, ami jó, tipord el születésekor, ami netán rossz gyümölcsöt teremne. Segíts nekem, hogy minden szenvedelmemet elfojthassak magamban. Engedd, hogy a világon mindent lelkem igaz alázattával szemlélhessek és kezelhessek, és engedd, hogy az angyal, aki engem megvilágosít, békességben és csendes boldogságban éljen. Ez imádságom ne mondassék, hanem szálljon szüntelen cselekvés által, küldessék az égben. Kérünk téged, hallgass meg. Bocsásd meg, ó egek ura, a magáról megfeledkezett nemzet bűneit, és ne engedd, hogy Szent István népe néhány fiainak pillanatnyi tévedése miatt megsemmisítessék. Engedd, hogy a nemzet fiai, akik a Szent Király dicső példájára pogányokból egyszerre, mint egy isteni inspiráció folytán keresztényekké lettek. Engedd meg, hogy a nemzet fiai az emberi faj nemesítéséhez és a mindenség csodálatos alkotójához, bármint utolsó napszámosok is, de közreműködhessenek. Kérünk téged, hallgass meg. Mindenható bírája a földnek, a felfoghatatlan világmindenségnek, aki elé csodálattal és imádattal omlok, és csak gyarlóságomnak és szorongva dobogó szívemnek vagyok tudatában. Engedj olyan erényességre és tökéletességre érlelődnöm, amilyenre ember bűneivel és tomboló szenvedélyeivel e világon csak érhet. Ajándékozz nekem a lélek belső vigaszát, a csendes nyugalmát. Kérünk téged, hallgass meg. Tisztítsd meg lelkemet az előítéletektől, és töltsd meg szívemet határtalan gyengétséggel, szeretettel az egész emberiség iránt. Erősítsd meg mennyei hatalmaddal, hogy legyőzhessem földi gyengeimet, és fölemelhessem te hozzád a lelkem. Szabadíts meg érzékeimet mindentől, ami földi reájuk tapad, és tisztítsd meg embertermészetem, hogy a te műved méltó lehessen te hozzád.
áld meg végezetül áldásod legjavával enyéimet és barátaimat mind, hogy egykoron majd mindnyájan téged dicsérhessünk és magasztalhassunk mindörökké. Amen. Kérünk téged, hallgass meg! Urunk Istenünk, köszönjük, hogy mindenkor meghallgatod a mi könyörgésünket, most is színed elé járulhattunk Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Add meg nekünk, irgalmas Istenünk, hogy mindenkor méltóképpen szolgáljunk oltárodnál, és az áldozatban való részesedésünk legyen üdvösségünkre, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert fiadnak üdvözítő szenvedése által az egész világ fölismerte, milyen nagy hálával tartozunk neked. A kereszt kimondhatatlan ereje nyilván hirdeti, hogy Krisztus győzött a világon, és megfeszítve Úrrá lett rajta. Ezért mi is az összes angyalokkal és szentekkel együtt Urunknak vallunk téged, és újjongva zengjük.
Istenünk, Te a világ kezdetétől fogva azon munkálkodsz, ami az embernek javára válik, hogy szenté legyen, miként Te magad is szent vagy. Kérünk, tekints az itt egybegyűlt népedre, és áraszt ki szent lelked erejét, hogy ezek az adományok testévé és vérévé legyenek szeretett fiadnak, Jézus Krisztusnak, akiben mi is fiaid vagyunk. Ám bár a halál fiai voltunk, és többé már nem is közeledhettünk hozzád, te mégis örök szeretettel szerettél minket. Szent fiad ugyanis, aki egyedül volt igaz közöttünk, ami kezünkre adta önmagát, és engedte, hogy az emberek keresztre feszítsék. De mielőtt az ég és a föld között karját kitárta, hogy a te eltörölhetetlen szövetségednek jelét adja, meg akarta ünnepelni tanítványaival a húsvétot. A vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd neked hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után, mert tudta, hogy a kereszten vérét ontva önmagában kiengesztel mindent, ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, ismét hálát mondva tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Megemlékezünk tehát Urunkról, Jézus Krisztusról, aki húsvéti bárányunk és Istennel való békénk záloga. Megünnepeljük halálát és föltámadását a sírból, és eljövetelének boldog napját várva fölajánljuk neked, hűséges és igaz Istenünk, az áldozatot, mely az emberekre bőséges kegyelmet áraszt. Irgalmas atyánk, tekints jóságosan azokra, akiket magadhoz kapcsolsz, és add meg nekik, hogy Krisztusnak ebből az áldozatából részesedve a Szent Élek erejével egy testbe gyűjjenek, amelyben minden megoszlás megszűnik. Tarts meg minket a szív és a lélek közösségében Ferenc pápánkkal, Péter és László püspökünkkel. Segíts minket, hogy együtt készüljünk országod eljövetelére addig az óráig, amíg majd eléd állhatunk, hogy szentek lehessünk a szentek között a mennyben, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, apostolaiddal, valamint elhunyt testvéreinkkel, Széchenyi Istvánnal, akiket a te irgalmadba ajánlunk. Mi pedig, mint új teremtmények, akkor majd végre megszabadulunk a halál hatalmából, hogy örökkön élő Krisztusot hálaadásával együtt, alázatos megvallással zengjük. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
Amen. Ha Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, s akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Krisztus, a mi békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, kiélsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a szent áldozat, amelyben részesültünk, legyen állandó oltalmunkra, és minden rosszat üzzön messze tőlünk, Krisztus, a mi Urunk által. Most mondjuk el a szokott módon fohászunkat, Mindszenti Bíboros atya boldoggá avatásáért. Istenünk, te József Bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején, mint halálig hűséges főpásztor legyen, az igazság és a szeretet tanúság tevője. Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb egyházunk szentjei között tisztelhessük, Krisztus, a mi Urunk által. Most pedig kérem Szemeneki Zoltán, a Széchenyi Társaság elnökét, hogy kapcsolódjék meg emlékezésünkhöz. Tisztelettel köszöntöm az emlékmisén résztvevő Széchenyi tisztelőket itt a templomban. Külön köszöntöm a Bonum TV, a Facebook és a YouTube csatornák képernyői előtt velünk lélekben, gondolatban együtt emlékezőket, együtt imádkozókat. A Széchenyi Társaság és társ egyesületei, az Országos Széchenyi Kör és a Széchenyi Alapítvány ezzel a szentmisével emlékezett gróf Széchenyi István halálára a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templomban, ugyanott, ahol a temetés megtartásának viszontagságai után a nagycenki temetést követő pesti megemlékezést tartották 1860. április 30-án. A gyászmisét Szitovszki János bíboros hercegprímás esztergomi érsek celebrálta. Akkor mintegy 80 ezeren jöttek a Magyar Tudományos Akadémiától ide a főplébánia templomhoz. 162 év telt el, de az emlékezés megmaradt. Ma az emlékmise előtt a Magyar Tudományos Akadémiánál a Széchenyi téren meghallgattuk Csorba László professzor úr előadását, és koszorúkat helyeztünk el a legnagyobb magyar szobránál. Az idei évben társaságunk jelmondata az a Széchenyi idézet lett, amely így hangzik. Akkor élsz, ha másokért élsz. Hogy jobban értse mindenki, akkor élsz igazán, ha másokért áldozod életedet, földi pályafutásodat. Ha nem vagy önző, nem önmagad megvalósításával vagy elfoglalva, ahogy ezt korunk idézőjelbe ige hirdetői sugalmazzák. Fontos felismernünk azt is, hogy nem a múltban kell merengeni, nem a jövőben ábrándozni, hanem a jelenben kell tenni, legjobb tudásunk szerint. Az emberek felé tett közjószolgálat kapcsolatunkat a Jóistennel is megerősíti. Jézus mondja, amit egyel a legkisebbek közül tesztek, velem teszitek. Máté evangéliumából idézett. Mint minden évben idén is megünnepeljük, majd szeptember 21-én gróf Széchenyi István születésének évfordulóját a Magyar Tudományos Akadémián, ahol társaságunk díjakat ad át az arra érdemes Széchenyi szellemében munkálkodóknak. De addig is szeretnék egy olyan felhívással élni, ami erősít bennünket mindennapi teendőinkben. Legyen ez az év a közjószolgálat éve gróf Széchenyi István szellemisége szerint. Tegye meg a szegény és a gazdag ott, ahol azt, amit lehet tehetsége által tenni tud, a közjóért. Hallgassuk meg Széchenyi tanácsát. Csinosítsuk értelmünket, terjesszük tapasztalásainkat, keressük fel a tudóst, társalkodjunk az elmetehetőssel, nagyobbítsuk könyvtárainkat, jutalmazzuk a tudományokban, művészetekben fáradozót, haladót, üljünk kocsira, szálljunk hajóra, nézzük a világot, emeljük hazánkat a dicsőbb nemzetek sorába. Eddig az idézet. Széchenyi ebben világosan kifejezi a békés,
az alkotó átmenet melletti elkötelezettségét. A közjó szolgálat részesei is lehetünk, nem csak nézői a magyar nemzet felemelkedésének. Legyen tehát 2022 a közjó szolgálatnak szentelt esztendő. Az élet és a jó célok folytonosságát bizonyítja, hogy mindig voltak, vannak és mindig lesznek, akik az eltávozók nyomdokába lépnek, és lehetőségük szerint, tehetségük szerint folytatják a munkát, szolgálják a közjót. 1860. április 8-án hunyt el Széchenyi István, 72 évvel később, ezen a napon, pontosan 90 évvel ezelőtt megszületett mai reformkorunk, mai rendszerváltó korunk első miniszterelnöke Antal József, aki példát állított anyagi javaktól mentes életvitelével, és példát a békés átmenet bölcs kormányzásával, háború sújtott a korunkban, különösen tudnunk kell értékelni a békét. És nem tehetem meg, hogy 5 nappal a magyar parlamenti választások után ne mondjak köszönetet azért, hogy ismét van lehetősége Magyarországnak vinni azt a fáklyát, amely megvilágíthatja Európa elfelejtett értékeit, a hitet, a nemzetállamok szövetségének erejét, a kultúrát, a biztonságot, és nem utolsó sorban az előbb is sóhajtott, óhajtott békét. Megköszönöm dr. Oszje Zoltán plébános atyának társaságunk megemlékezésének befogadását, a Szent Mise bemutatását, gondolatait. Köszönöm továbbá a Bonum televíziónak az emlékmise közvetítését, ezáltal lehettek sokkal többen részesei közös megemlékezésünknek. Köszönjük meg Széchenyi István életét és életáldozatát. Ajánljuk fel ezt a misét a legnagyobb magyar lelki üdvéért és hazánkért. Köszönöm figyelmüket! Isten áldása kísérje Szemereki Zoltán elnök urat és a Széchenyi Társaság minden tagját. Tartsák éberen Széchenyi Istvánnak az emlékezetét, hogy buzdítson bennünket, mindannyiunkat haza iránti elkötelezettségre. A szentmisét követően most emléklapokat készítettek a Széchenyi Társaság tagjai. Köszönjük szépen, jusson el mindenkihez. Most pedig a szentmisét követően majd elénekeljük a himnuszt, és szűzanyát kérjük segítségül, majd keresztúti imádságot végzünk. Az Úr legyen veletek, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.